Sajnos Magyarországra még nem érkezett meg a Disney Plus, így például a most futó WandaVision-t sem tudjuk hivatalos forrásban nézni Magyarországon. Zárójelbe jegyeznénk meg, hogy csekkoljátok le az i betűre kattintva a videónkat, melynek a leírásából eléritek a sorozat részeit. Ebben a videóban összeszedtünk nektek mindent, amit a Disney Plus magyarországi megjelenéséről, áráról, illetve tippeket is adunk, hogy hogyan tudjátok jelenleg elérni Magyarországról. Iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Csatlakozzatok a Discord szervünkre is, és kezdjük is el a videót. Amikor Nyugat-Európában megjelent a streaming szolgáltatás, arról szóltak a hírek, hogy Közép- és Kelet-Európában egy évvel később, azaz 2021. március-áprilisában lesz elérhető. Ez a dátum egyre közeledik, de semmi hivatalos információ még nem érkezett. Sőt, egyre valószínűbb, hogy nem is fog megérkezni. A mostani pletykák szerint ősszel érkezik meg a szolgáltatás hazánkban. A havi előfizetés ára körülbelül 2400 forint lesz, úgyhogy a Netflix alá fog menni egy kicsit. Három módszer is van rá. Ha megnyitjátok a Disney Plus hivatalos magyar oldalát, akkor egyelőre csak egy pár logó fogad titeket egy kék háttérrel. Viszont van egy bejelentkezés gomb. Tehát már meglévő akkuntba be lehet böngészőn keresztül jelentkezni Magyarországról is. Viszont akkuntot készíteni csak olyan országban lehet, ahol van szolgáltatás. Így egy Nyugat-Európában, Angliában vagy Amerikában élő rokonotokat, ha megkértek, akkor tud nektek fiókot csinálni, és ti be tudtok abban jelentkezni. Viszont magyar kártyát sem fogad el a fizetésnél, így vagy be kell szereznetek egy nemzetközi Kirby vagy Revolut kártyát, vagy meg kell beszélnetek az ismerősötökkel, hogy külditek havonta a pénzt, és ő fizesse ki nektek. De talán a saját kurvi kártya beszerzése könnyebb, ugyanis összvisz a posta költségbe kerül az alapkártya beszerzése. Második módszer a VPN-ezés. A VPN leegyszerűsítve egy olyan szolgáltatás, amivel a gépedet más országbelinek tudod álcázni. Így Magyarországról egy ilyen szolgáltatás használatával tudsz Disney Plus fiókot készíteni. Fizetni megint csak a kurvi és Revolut kártyákról tudsz. Ha nincsen ismerősöd, akivel le tudnád beszélni, ez is jó választás lehet. Viszont be kell kalkulálni, hogy a VPN-nek is lehet valamekkora ára. Mielőtt előfizetnél, azonban tudnod kell, hogy közel sem akkora a szolgáltató kínálata, mint az HBO Go vagy a Netflixé. Kizárólag akkor, és csak akkor éri meg neked, ha a Marvel vagy Star Wars új sorozatait nem szeretnéd illegálisan nézni, vagy ha nagyon, és nagyon gyakran nézed vissza az előbbi két franchise mellett a Disney egyéb filmjeit is. Ja, és se magyar feliratra, se magyar szinkronra ne számíts, amíg meg sem jelenik a szolgáltatás a hazánkban. A harmadik módszer pedig egyszerűbb az előbbieknél, és már a videó elején említettük is. Feliratkozol ránk, ugyanis a szolgáltatás magyarországi megjelenéséig a sorozatoknak a részeit folyamatosan frissíteni fogjuk az adott sorozat videójának leírásába. A WandaVision hasonló videóját már az i betűre kattintva elérhetitek. Androidos telefonokra internetről le lehet tölteni egy kis ügyeskedéssel, ehhez nézzetek videót a YouTube-on. Illetve ha LG okos tévétek van, akkor át lehet állítani a régióját. Valami olyan régiót kell megjelölni, ahol van Disney Plus. Ha ez sikerült, akkor onnan is elérhető lesz a szolgáltatás alkalmazása. Ha bármilyen info érkezik a Disney Plus magyarországi megjelenése kapcsán, akkor ezt mi videóformájában mindenképp elmondjuk nektek. Ha tetszett a mai videó, akkor dobjatok mindenféleképpen egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és gyertek a Discord szervünkre is. Hamarosan jelentkezünk újabb tartalmakkal és podcastekkel. Addig is, sziasztok!